Barkas József majdnem 1 milliárd forintnyi támogatást kapott a hoteljeire, és ő fizette, szintén dokumentummal van bizonyítva, Semmény Zsoltnak ezt a vadászatát. Ennek tükrében nem tartja összeférhetetlennek? Nem tartom. Azt gondolom, amit eddig. A magyar nemzet például drámai erővel ecsetelt, hogy micsoda dolog az, hogy helikopterrel szállítják el a svéd hatóságokkal lelőtt állatok tetemét a tundráról, és ez borzasztó, és ez micsoda topzódó, fennhíjázó magatartás, míg aztán kiderült, hogy a Svédországban egész egyszerűen ezek az államilag szabályzott vadászati szokások, tehát arról, amit a magyar nemzet írt, abból nem volt igaz semmi. Na most ebből nem következik az, hogy egy másik értesülése az igaz legyen vagy sem, tehát ezt a vitát mindenképpen akkor érdemes lefolytatni, hogyha valaki ezzel kapcsolatban olyan dokumentumokat hoz, amit muszáj kommentálni. De akkor is még inkább, de mondom még egyszer, a Magyar Nemzet által korábban leközölt dokumentumok azok hazugságnak bizonyultak, tehát azért mondom. Például az, hogy a Semmény Zsolt rendelte meg a helikoptert, amivel elvitték de én olvastam a cikket, de tudja mit? Amennyiben vadászati kérdésekről szeretnék sajtót tájékoztatni, jöjjenek ezekkel oda mindenképpen. Van-e más kérdés az egésszel kapcsolatban? Engedjen meg ugye, hogy ennek a hotelnek a megnyitóján a hazai turizmus népszerűsítette Semmény Zsolt, akkor ennek tükrében szerint hiteles Svédországba járni vadászni? Ezt nyilván ön se kérdezi komolyan. Vagy most titokban keresztbe volt a lába, szeme, nyelve, valami. Hát micsoda marhaság, ez már most elnézést kérek. Hát azért, mert hogyha valaki például a hazai borfogyasztást promótálja, akkor nem szabad innentől kezdve sosem vizet innia, akkor se, hogyha kiszárad. Tehát én élek, halok a magyar turizmusért, mindenki járjon magyar szállodába, azt szeretném kérni, hogy ezt hirdessék, a magyarországi turizmus fantasztikus, az országban gyönyörű tájak vannak, a gasztronómiánk elképesztően jó, kedvesek a vendéglátóhelyek, de ez nem jelent, hogy soha többet nem megyek külföldre szállodába, ugye? Na, köszönöm szépen. Akkor köszönöm szépen. De hogy ezt mondom, tehát még egyszer mondom, a hazai turizmus fantasztikus, mindenki járja a hazai szállodákba, de ezzel együtt nem senkinek sem mondom, hogy ezentúl minden külföldi útját törölje, nézzen szét máshol is, de alapvetően járjon hazai szállodákba. A hazai turizmust én is szívesen promótálom dacára annak, hogy nemrég jöttem haza a Dél-Koreából, ahol szállodába aludtam.